A fák nyelve. Az értelmező szótár szerint a nyelv egy ember által létrehozott jelrendszer a gondolatok megformálásának és kicserélésének eszköze. Innen nézve csak is mi tudunk beszélni, mert a fogalom a mi fajunkra korlátozódik. Nem lenne azonban érdekes tudni, hogy vajon a fák szintén ki tudják-e fejezni magukat? De hogyan? Hallani semmit nem hallunk, mert a fák alapvetően hallgatnak. A surlódó ágak recsegése a szélben, a lombok zizegése, mindez passzív módon történik, maguk a fák nem befolyásolják. Máshogyan mégis felhívják magukra a figyelmet, illatanyagok révén. Illatanyag, mint a kifejezés eszköze? Nekünk embereknek sem ismeretlen ez, különben miért használnánk dezodort és parfümöt? De testünk szaga ezek használata nélkül is ugyanúgy hat, más emberek tudatára és tudatalattiára. Egyeseket szaglással nem is érzékelünk, míg mások illatuk révén erőteljesen vonzanak bennünket. A tudomány álláspontja szerint az izzadságban megtalálható feromonok egyenesen meghatározó jelentőségűek abban, hogy kit választunk partnerünknek, vagyis ki lesz az, akivel utódokat kívánunk nemzeni. Eszerint rendelkezünk egy titkos illatnyelvvel is, és ezt a nyelvet a fák is ismerik. Lassan már 4 évtizede ismert az a tény, amelyre a kutatók az afrikai szavannákon lettek figyelmesek. A zsiráfok megrágják az ernyő akáciákat, ami persze a növényeknek egyáltalán nem tetszik. Hogy megszabaduljanak a nagy testű növényevőktől, néhány perc alatt méreganyagokat raktároznak el leveleikben. A zsiráfok is tudják ezt, és nyomban odébb állnak a következő fákhoz. A legközelebbiekhez? Nem. Néhány közvetlenül mellette álló fát kutyába se vesznek, és csak mintegy 100 méter megtétele után kezdenek újabb lakmározásba. Ennek oka megdöbbentő. A megdézsmált akácia figyelmeztető gázt, ez esetben etilént bocsát ki, amivel a közvetlen környezetében lévő fajtársai tudomására hozza, hogy veszély közeleg. Ezt követően az összes előre figyelmeztetett egyed, hogy felkészüljön, szintén méreganyagokat halmoz fel a leveleiben. A zsiráfok ismerik ezt a játékot, ezért kissé odébb vonulnak a szavannán, ahol gyanútlan fákat találnak, vagy pedig a szél ellenében dolgoznak. Az illatüzeneteket ugyanis a levegővel együtt a szél a közeli fák felé fújja, és ha az állatok a légárammal szemben mozognak, rögtön az előző mellett találnak olyan akáciákat, amelyek még mit sem sejtenek az ő jelenlétükről. Ilyen folyamatok a mi itthoni erdeinkben is lejátszódnak, legyen szó akár bükről, lucfenyőről vagy tölgyről, valamennyi fájdalmasan megérzi, ha valaki rágcsálja őket. Ha egy hernyó alaposan beléjük harap, a harapás helye körül megváltoznak a szövetek. Mindamellett elektromos jelzéseket bocsátanak ki, akár csak az emberi test, ha sebesülés éri. Igaz, ez az impulzus nem néhány millisekundumos sebességgel terjed, mint a mi esetünkben, hanem percenként mindössze 1 centimétert tesz meg. Ezután még egy órába telik, mire az ellenanyagok a levelekbe kerülnek, hogy ott elraktározódjanak és elrontsák a paraziták lakomáját. A fák lassúak, még vészhelyzetben is ez a csúcssebesség. A lassú tempó ellenére a fa testrészei semmiképpen sem egymástól elszigetelve működnek. Ha például a gyökerek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, az információ szétterjed az egész fában és a leveleken keresztül előidézheti illatanyagok kibocsátását. Nem is akármilyenekét, hanem kifejezetten az adott célra előállított illatét. További olyan tulajdonság ez, amely az elkövetkező napokban segít a támadás elhárításában. Egyes rovarfajok esetén ugyanis felismerik, melyik gazfickóról van szó. Tudni illik, minden faj nyála sajátos és azonosítható. Olyannyira jól besorolható, hogy csalogató anyagok révén célzatosan hívhatók oda ragadozó ellenségeik, amelyek szíves örömest vetik rá magukat a kártevőre, így segítve a fát.
szerelem. A fák higgadt lassúsága szaporodásukban is kifejezésre jut, mert a reprodukciót legalább egy évvel előbb megtervezik. Hogy minden tavasszal sor kerül-e a szerelemre, az a hovatartozástól függ. Mert míg a tűlevelő fák lehetőség szerint minden évben útjukra bocsátják magvaikat, a lombos fák egészen más stratégiát követnek. Mielőtt sor kerülne a virágzásra, egyeztetnek egymással. Belefogjanak-e a következő tavaszon, vagy jobb lenne, ha mégis várnának még egy-két évet. Az erdei fák a legszívesebben mind egyszerre virágoznának, mert ez esetben a különböző egyedek génjei jól keveredhetnének egymással. A tűlevelő fák esetében ez így is van, de a lombhullató fák ennek során egy további körülményt is figyelembe vesznek. A vaddisznókat és az őzeket. Ezek az állatok mohón fogyasztják a bükk és a tölgy makját. Segítségükkel ugyanis vastag téli zsírpárnához juthatnak. Azért vannak annyira oda ezekért a termésekért, mert akár 50%-ban is tartalmazhatnak olajat és keményítőt. Nincs még egy elesség, amely táplálóbb lenne számukra. Ősszel gyakran átkutatnak egész erdős területeket a legutolsó morzsáért is, úgyhogy tavasszal bajosan csírázhatnak ki a fák új nemzedéke. Ez az oka annak, hogy a fák egyeztetnek egymással. Ha nem virágzanak évről évre, a vaddisznók és az őzek sem számolhatnak ezzel a táplálékforrással. Miért zöld az erdő? Miért sokkal nehezebb számunkra a növények megértése, mint az állatoké? Az evolúciós története az, ami nagyon hamar elválasztott bennünket a növényvilágtól. Összes érzékünk egészen másképpen működik, úgyhogy alaposan meg kell dolgoztatnunk képzelőerőnket, hogy legalább valami halvány fogalmunk legyen arról, mi zajlik a fákban. Színlátásunk jó példa erre. Kedvelem a facsúcsok mély zöldjének és felette a sugárzóan kék égnek a kombinációját. Ez maga a természeti idill. Mindamellett remekül pihentet is. Így látják ezt a fák is? A válasz talán ez lehetne. Is. Kék ég, vagyis sok napsütés, nos, ez a bükkök, a lucfenyők és más fajok számára is biztosan kellemes. Ugyanakkor számukra ez a szín nem annyira romantikus vagy megnyugtató, ellenkezőleg. Ez a startjelzés. Kinyitott a büfé? A felhőmentes égbolt nem jelent mást, mint a legnagyobb fényintenzitást, ezzel pedig optimális feltételeket a fotoszintézishez. Lázas csúcsra járatás következik most, a kék tehát sok munkát jelent. A széndioxidot, a vizet a fa most dolgozza fel cukorrá, cellulózzá és egyéb szénhidrátokká, amiket el is raktároz. A fák jól laknak. A zöldnek ellenben egészen más a jelentése. Mielőtt a legtöbb növény jellegzetes színére rátérnénk, először egy további kérdés merül fel. Egyáltalán miért színes a világ? A napfénye fehér, és ha visszatükröződik, szintén fehér. Tulajdonképpen tehát egy optikailag tiszta, klinikai viszonyokra emlékeztető környezetben kellene élnünk. Hogy ez mégsem így van, annak az az oka, hogy minden anyag más és más módon nyeli el, vagy alakítja át más sugárzássá a fényrészecskéket. Csak a megmaradó hullámhosszak verődnek vissza, amelyeket például a szemünk fog fel. Az élőlények és a tárgyak színét tehát a visszavert fény színe határozza meg. A növények esetében ez a zöld. De miért nem fekete? Miért nem nyelik el a növények az összes fényt? A levelekben a fény átalakítása klorofil segítségével történik, és ha a fák mindent optimálisan hasznosítanának, akkor alig maradna belőle valami. Az erdő ez esetben nappal is koromsötétnek látszana. Mindamellett a klorofilnak van egy hátrányos tulajdonsága. Egy bizonyos színtartományt nem tud hasznosítani. Ez az úgynevezett zöld hézag. És ezt felhasználatlanul visszaveri. Ez a gyengeség okozza, hogy láthatjuk a fotoszintézis maradékait. Ezért tűnik szinte az összes növény mély zöldnek. Végső soron ez fényhulladék.
a selejt, amit a fák nem tudnak hasznosítani. Nekünk szép, az erdőnek haszontalan. Ez hát a természet, amely azért tetszik nekünk, mert visszasugározza a fényhulladékot? Hogy a fák is így érzik-e, azt nem tudom. Egy dolog azonban biztos. A kék égnek az éhes bükkök vagy lucfenyők épp úgy örülnek, mint én. Thank you.